Nagyon furcsa kapcsolatod van a Gáborral. A Gábor engem újra is élesztett többször is. Gábor többször újra élesztett. Igen, 17 éves koromban, most vagyok 32. És abban az időben volt, hogy rengeteget voltam ott. Többször öngyilkos akartam lenni, csak azt vettem észre, hogy úgy megszűnt az életem. De ez egy olyan életműködésünk, amiről nem nagyon szoktunk beszélni. Igen. Szóval nem kérdezik meg reggel itt egymást a munkat, hogy te az, hogy miért szartál van reggel? Szóval, hogy egy ilyen kályhacső, vagy kicsi igen. bogyó, vagy volt-e hasmenésed, és így tovább, és erről nem beszélünk. Kívánok. Mi magyarok köztudottan a gyógyszerfogyasztásban is a világ élmezőnyéhez tartozunk, éppen ezért nem meglepő, ha itthon gyakran lehet találkozni nyugtató, hashajtó, de még orrcseppfüggőséggel is. Mai társműsor vezetőm ebben a témában sem kertel, hiszen szerinte mindenki függ valamitől. Dr. Zaher Gábor főorvos. Nagyon magasra dobtuk a labdát, mindenki függ valamitől, te mitől függsz? Csokoládé, munka, futás, család, nikotin. Nikotin. Egész halkan merem mondani, ugye most mi rendes nikotinfüggők már egyre inkább peremre vagyunk szorítva. Hát nagyjából ez az öt, de én meg vagyok róla győző, hogy az én saját függőségem semmi baj nincsen. Ez tök rendben van. Na, de más is ezt gondolja, képzeld el. Persze, mindenki saját magáról ezt gondolja, hogy viszont másnál sokkal inkább meglátjuk a problémát, és sokkal inkább hajlamosak vagyunk arra, hogy mondjuk beszóljunk valakinek. És persze ez tök érdekes, mert ezt ahhoz tudnám hasonlítani, hogy a függő az tulajdonképpen benne áll egy körbe, a saját függőség körébe. Uh-huh. Látjuk ezt teljesen? Nem. Mennyit látunk? Egy szeletet. Uh-huh. Körbefordulunk, fölmérjük, de együtt nem látjuk, de a drive-unk, az a vezetőnk, aki közel áll hozzánk, ismer bennünket, stb. Kívül áll a körön, rálát 360 fokra, és megpróbál segíteni. És tök érdekes, megint magyar szó beszól. Most azt nem szeretjük. Nem. És akkor azt mondja, hogy te figyelj, nem lesz ez így jó. És akkor már mondanám itt hogyan, és ilyenkor mi mit szoktunk csinálni? Rámutatunk, és azt mondom, pont te mondod. Igen. Pont, és elkezdjük dobálni rá ugye a sarat. Vagy esetleg csinálunk olyat, hogy visszaélünk vele, és megfőjük és berántjuk a körünkbe, és egy olyan nagyon csúnya mondatot mond neki, képzeld magad a helyembe. Átadjuk a problémát. Igen. Tessék, old meg, és ha nem sikerül megoldani, kitelt róla? Hát de. Ő. Hát igen, ő. Már hát a másik. Igen. Ez így van. De ez még egy, bocsáss meg, de még két dolog gyorsan eszembe jutott. Az egyik ugye, hogy minősítjük a másikat. Tehát amikor azt mondod, hogy beszólsz, akkor már egy minősítést mondasz a másikra. Tehát nem a rossz szokását próbálod meg valahogy finoman mondani, hanem azt mondod, hogy te gyógyszerfüggő vagy, te nem, alkoholista ezt, vagy, ezt nem? Biztos, hogy a drive-nak ezt ilyen durván kéne mondani. Én azt gondolom, csak ha úgy elindulunk, hogy te figyelj, nem lesz ez így jó. Én úgy látom, hogy... Szóval ennek azt gondolom, hogy megvan a megfelelő kommunikációs technikája, hogy valakinek úgy hívjuk a figyelmi saját problémájára, hogy merjen belenézni abba a fránya tükörbe, hogy ezt mondjuk kellő óvatossága, mert nem az, hogy te alkoholbeteg, gyógyszerfüggő, vásárlásfüggő, szexfüggő. Tehát nem egy lúzert csinálok abszolút azonnal nem. Belőle. Sőt, pont a drive-nak ez a szerepe, hogy ő pozitívan próbálja az illetőt ebbe segíteni, mert hiszen ő mellette áll. Igen, és azt gondolom, hogy függő számára, ahhoz, hogy tudjon változtatni a saját életén, nagyon fontos, hogy ott áll mellette és megfogja a kezét. Egyedül baromi nehéz. És például tök jó, mondjuk ezt én is számtalanszor próbáltam ugye a betegeimmel, hogy mennyit költ egy hónapban alkoholra, cigarettára, és akkor azt mondja, hogy mit tudom én, napi 6-800 forintot mondjuk a 3 doboz sörre. De mondom, akkor szorozzunk. 3x8=24. Én úgy szoktam látni, és szorozva 12-vel. Képzeld el, hogy bedobáltam a pénzt egy dobozba. És elég hamar és jelentős nagyon komoly összeg jött, ugye? És hárman szoktunk le, hárman mentünk el leszoktató tréningre, és a végén elmentünk vacsorázni a pénzből. És kérdés az, ez egy érdekes, amit mondtál, hogy kell-e a tréning? Mit tudom én? Hát volt egy apropó. Mind ahogy az ivásnál is van egy apropó, mindig a ciginél is van egy apropó, igen, mindig hogyha, szünet van, ki kell menni. Igen, persze, gyújtani. Csak ugye a dohányzás szerintem alapvetően egy olyan dolog, lesz az embernek 2-3 nagyon szép hónapja, de hogy azt mondja, hogy most van mondjuk 8:30 után néhány perccel, na most tessenek leszokni a dohányzásra, és akkor
de hát, hogy nem szívtam el az utolsó cigarettámat. És akkor ez úgy teljesen stresszel, és majd fogadkozik, érted, január 1-én, majd akkor megváltozott. Hát ez olyan, mint a hölgyeknél a lébőt kúra. Igen. Tart 6 órán keresztül. És utána nem bírja igen. tovább. Mert a belső étrekényben ott van fönt a spiccen, és ami nekem fontos, arra mindig lesz pénzem, paripám és fegyőnek. És ezzel valahogy lehet jól operálni, ha bár volt olyan beteg, amik azt mondta nekem, figyeljen, egy hónapban keresek 15 millió forintot. Ja. Hát, ha minden este megiszom a 25 éves viszkiből egy üveggel, meg sem fogom érezni. Na, ott ez nem jön be, ott ez nem. A mondat alapvetően. Ott az egy nagyon nehéz, mert mindent megtelte. Első vendégem rögtön egy olyan felépülő, aki korábban a nyugtatók rabja volt, mára azonban teljesen felszámolta önpusztító szenvedélyét, Bagotai Zsófia. Zsófi, hogy kezdődött? Hát 13 éves koromban kezdődött. Amikor kicsit így kicsúszott a lábam alól a talaj, elkezdtem kamaszodni, és nem találtam a helyemet a világban. Klasszik, például éve rossz társaságba keveredtem. Igen. Nem tudom ezt szebben mondani, igen. vagy diplomatikusabban, csak csúnyábban tudnám. Egy gyerekkórházban egy pszichiáter felírt nyugtatókat és altatókat 13 évesen. Nem voltam egy 13, igen. És az jó cucc igen, volt, mi? Nagyon jó egy cucc, elsőre, tehát, ahhoz képest, ami a valóság. Azonnal volt. Megszűntek az érzéseim, aha. azonnal megszűnt az, hogy pörgött az agyam, uh-huh. nem bántott semmi. Mikor vetted észre, hogy ez neked kell? Nem csak jó, de kell is. Tehát kell az következő. Az érdekes, hogy ezt nem vettem észre, mert egyértelmű volt. Tehát, hogy... De ahogyha az ember ráteszik egy ilyen szerre... Akkor tulajdonképpen utána már senki nem kontrollálja, hogy te tovább szeded, mint kéne? Hát az az igazság, hogy szerintem egy függőnél, vagy akkor beszélek magamról, tehát én tudom, hogy bármit, mint ahogy itt már elhangzott, hogy mindig lesz rá pénz, ha nincs, akkor szerzek. Tehát, hogy ha nincsen recept, akkor szerzek. Akkor mondok akármit, bármit. Tehát, hogy és elég tehetséges is voltam ebben, hogy manipuláljak orvosokat, vagy tényleg akárkit. Tehát, hogy ott nem számít semmi, nem megszűnik a világ. Ott az van, hogy kell a szer. Az a valami. Igen. Nagyon furcsa és kapcsolatod van a Gáborral. A Gábor engem újra is élesztett többször is. Gábor többször újra igen. élesztett. Igen, 17 éves koromban, most vagyok 32. És abban az időben volt, hogy rengeteget voltam ott. Többször öngyilkos akartam lenni. Mikor már így nem tudtam kezelni, nem, tehát hogy már az elejétől nem tudtam kezelni igazából, hogy mi történik velem, csak azt vettem észre, hogy úgy megszűnt az életem, tehát hogy nincsenek már barátaim, nem hisz nekem senki, bármit mondok, azt igazából így mosolyognak egyet, vagy még azt se. Már a lakáskulcsomat elvették, hogy ne tudjak otthonról semmit elvinni. Tehát, hogy egy ilyen borzasztó állapot volt már ez, és nem volt eszközöm, vagy nem volt semmilyen eszköz a kezemben, hogy mit tudnék csinálni. És abban az állapotomban, egyébként a szüleim rengeteget próbáltak segíteni, de hogy abban az állapotomban nem jutott be nekem semmilyen információ, vagy meg se fordult a fejembe, hogy már ebből így... Hogy lehet beszólni? Már itt van a kör. Tehát ez, már eleve ez egy ez nem az az állapot, amikor be lehetett volna. Már nem lehetett beszólni, én azt gondolom, a történet tényleg ott csúszott meg, amikor az a doktor fölírta igen. a Zsófinak ezt az első tablettát, mert attól a pillanattól kezdve ugye rájött arra, bocsánat, amit mondok, a leszarom érzés az egy tök jó állapot. Igen. Semmi nem érdekel, uh-huh. nincs gond, nincs probléma. Ez a vedd be a leszarom tablettát, amit viccesen mondunk. Jön a következő, kialakul a tolerancia, és hát ilyenkor gyakorlatilag az 1-0-25-ösből el lehet jutni pillanatok alatt mondjuk a fél marékig. Hát, uh-huh. vagy akár többig, és alapvetően innentől kezdve nincs semmiféle kontroll. Szóval ez az elején csúszott meg, mert utána borzasztó nehéz, főleg úgy borzasztó nehéz, hogy az illető azt mondja, de hát ez a problémát nem oldja meg, szóval ez így szépen uh-huh. így ráken egy réteget, de ettől még alatta ugyanúgy penészes lesz a fal, és egyre rosszabb lesz ugye az adósságok, az otthoni konfliktus helyzet, a lopók, a kiéneklem a receptet, hamisítók, millió egy ilyen történet van, és alapvetően ez egy ilyen, olyan spirál, ami így megy szépen lefelé, viszont, hogy a mellékelt ábra mutatja, valami egyszer történt. Aha. Mert itt van. Na, de mi volt az az de ahhoz egyszer? Nagyon sok ember kellett, és nagyon sok idő igazából. Tehát ez úgy történt, hogy
amikor már tényleg senki nem volt körülöttem, egyetlen egy barátnőm volt már csak, aki még úgy szóba állt velem, vagy hát próbált segíteni, de hogy azért hozzáteszem, hogy ebben, tehát hogy nem lehetett velem szót érteni. Nem volt könnyű a társaságomban lenni, csak magammal foglalkoztam, semmit meg sem hallottam, meg sem láttam a körülöttem lévő világból, úgyhogy azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, nekem nagyon sokat jelent, hogy ez a barátnőm egyébként nem mondott le rólam, meg hát a szüleim sem, tehát hogy azért ez elég ritka. Én nem biztos, hogy így ki tudtam volna állni valakiért abban az állapotban, amiben én voltam. És ez a barátnőm kezdte el nekem mondogatni, hogy én függő vagyok, amire én egyszerűen azt mondtam, hogy te meg hülye vagy, mert hogy ezt én nem tudtam elképzelni. És itt van egyébként nagy szerepe a gyógyszereknek, ugyanis azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog, hogy mivel a gyógyszert orvos írja föl, az egyébként más dolog, hogy én már rég nem orvos által szereztem, meg rajzoltam, meg tényleg tökéletesen tudtam receptet rajzolni, meg intravénesen használtam már rég, de hogy akkor is ez volt a fejem, hogy az csak gyógyszer. Úgyhogy... De azt te például nem hallottad meg? Tehát azt mondod, hogy a Gábor háromszor élesztett újra, és olyankor ő nyilván löki be az információt, nem? De utána. Hogy nekem, de hogy minek? Hova? Hát hova? Tehát, hogy hát nincs hova. Jó a tűzfa. Igen. Jó a tűzfa. Igen, szóval ott semmi nem volt. És aztán elkezdtem járni egy alapítványhoz, ja, mert hogy ez is fontos volt, hogy én nem voltam hajlandó rehabra menni, rehabilitációs intézmény. Ez is egy általános történet, nem, hogy először nem hajlandóak elmenni. Hát a tagadás. Igen, de hogy nálam egy kicsit ez máshogy nézett ki, mert hogy annyit voltam kórházakban, különböző osztályokon, addiktológiákon, pszichiátriákon kvázi bezárva, nyilván nem, de hogy én ezt így éltem meg, hogy nekem abban az állapotban ez nem volt más. Tehát nem tűnt másnak, nem tűnt különbözőnek, hogy most bemenni megint egy helyre, és oda be vagyok zárva, miközben egyébként nem lettem volna bezárva, csak akkor én ezt nem fogtam föl. Viszont egy nappali rehabilitációs helyen elkezdtem a józanodást, illetve akkor még csak így bejárkáltam, de hogy elég hamar rájöttem, hogy most, ha itt nem csinálok valamit, akkor vége van, akkor nincs tovább. És aztán, amikor körülbelül egy olyan 3/4 éve voltam tiszta, illetve akkor már azt gondolom, hogy józan is, akkor jelentkeztem főiskolára, és szociális munkásként most fogok végezni, meg szociális munkásként is dolgozni. Akkor, amikor egy ilyen helyes fiatal lányt háromszor újraélesztesz, akkor fia, hazamegy az ember, és a tehetetlenség érzés, vagy mi van ilyenkor? Tehát akkor azt mondod, hogy tűzfa. Igen, de muszáj kívül maradni a történeten, mert ugye Ha minden embernek az ember átélne a tragédiát, akkor gyakorlatilag a harmadik nap után hazamenne az ember, betolna egy üveg viszkit és felvagdosna az ereit. Nem szabad, kívül kell maradni. Jó, az világos, hát ettől professzionális, amit, ahogy csinálod, de honnan látod, hogy ki az, akin tudsz épp akkor segíteni? Nem életben tart a reakcióján. Az abszolút a reakcióján. Hogy tehát, hogy tart-e ott, hogy megfogja őt ez a mondat? Nem tartott. Nem igen, tartott. De előbb-utóbb vagy az van, hogy belepusztul a történetbe, mert benne volt igen. A pakliba. Uh-huh. Vagy az van, hogy kap egy akkora pofont, nem szó szerint értendő, ami alapján, ha van egy rövid periódusa, amikor megpróbál egy kicsit tisztább lenni, vagy nincs annyira beállva, akkor belemer nézni a tükörbe, és szembesül ezzel a történettel, és azt mondja, hogy eltelt x év az életemből, azt sem tudtam, merre jártam, hol jártam, mit csináltam, kivel vesztem össze, kivel barátkoztam, kivel feküdtem le, és így tovább, és így tovább, hogy azt mondja, hogy nem. Szóval ez már nem egy emberi lét. Mekkora mennyiségről beszélünk a te esetedben? Hogy kezdődik ez 13 évesen? Beszedi a 0-25-ös, nem mondom ki, gyógyszert. Hogy pörög bele az ember? Akkor inkább azt kérdezem, hogy hol van az a pont? Szerintem nekem napok alatt. Napok alatt. Szerintem nekem, igen, erre igazából már annyira nem is emlékszem, mert hogy annyira természetes volt, hogy így megtaláltam, tehát mint hogyha így hazaértem volna, olyan volt. És tudod, még az ebben az egész történetben veszél, hogy egy 13 éves kislánynak nincsen kontrollmechanizmusa. Uh-huh. Egy felnőtt az talán át tudja azt érezni, hogy úristen, most bevettem egyet, oké, rendben van, jól aludtam tőle, igen. Nem érdekelt a dolog. De mi van akkor, ha 13 évesen nincs kontroll? 13 éves az abszolút, hát gyerek, hát persze, hát még csak magából induljon ki, hát akkor ez még nem működik. Akkor jöhet már a két tabletta, hú, ez még jobb volt, kicsit repültem, kicsit elvarázsolódtam, hogy a rózsaszín lett a világ, akkor jöhet a 4 tabletta, és innentől kezdve jön a hozzászokás, és akkor már kevés a 4 tabletta. És azért hozzáteszem, hogy az is egy fontos info ehhez, hogy amit orvosok írtak föl, az volt,
Erre viszont emlékszem, mert egy barátom nagyon megijedt tőle, 28 féle gyógyszert szedtem felírva. Tehát, hogy ez az, amit felírtak nekem különböző orvosok. Nyilván persze a duma is kellett hozzá, vagy hogy mondtad, ki énekelni, de hogy azért nyilvántartva... Ez egy orvosnál összefutott? Vagy ez mindig különböző? Hát ez a zárójelentéseken ott volt leírva, a 28 féle, hát igen. Tehát, hogy... Senkinek nem tűnt föl, gyerekek? Szerintem a történetből egy valaminek kellett volna hiányozni, hogy legyen egy olyan valaki, aki úgy szemben áll vele, és úgy megmeri fogni a kezét, és van kellő türelem. Ugye itt volt a barátnő, aki igen. barátnő, de kellett volna egy olyan szakember, aki tényleg azt mondja, akiben megbízik, aki nem próbálja meg kihasználni, és így tovább. Mert az lehet a pont, ugye ez a drive, mert nem volt drive nem az volt életben. Drive. A barátnő az egy aranyos lány volt, odaköpte, hogy függő vagy, te meg hülye vagy, című történet, de tényleg nem volt olyan, aki megfogta volna a kezét, és azt mondta volna, hogy figyelj kislány, ebbe bele fogsz döglenni, ha ezt így csinál, próbáljuk meg, és szerintem menni fog, mert bízom benned. És egyébként ezt nagyon fontosnak tartom most itt ezen a ponton elmondani, hogy a szüleim rengeteget segítettek, csak egyszerűen abban az állapotomban nem tudtak. Tehát, hogy vittek szakembertől szakemberhez, nem volt olyan valahogy, ahogy ez így elhangzott, akitől bejutott volna. Rettenetesen fontosnak találom, és azért én nagyon megköszönöm, és nagyon-nagyon bátornak találok, hogy ezt elmondod, mert ezzel őrületesen sokat tudtok segíteni másokon. És ez a legnagyobb dolog, amit csinálsz, hogy nem elbújsz ezzel a történettel, hanem előállsz, és azt mondod, hogy én itt voltam, ezt csináltam, ezt kell tenni, és ha valakinek van egy kis esze és bajban van, akkor meg is keres téged, és kér tanácsot, nem? És büszke lehet rá, hogy eljutott idáig. Ha, nagyon! Szóval ez az egész nagyobb dolgok egyik, és ez igaz az alkoholfüggőségben. Persze most itt lehetne itt mondani itt bele a kamerabőt emberek, hát gyógyszer, meg függőség, meg lesz valami, stb. Túrót nem ér, de egy példa, hogyha ő meg tudta csinálni, én is meg tudom csinálni, mert hát miért ne tudnám megcsinálni, azt szerintem baromi sokat jelent, és ez egy nagyon klassz dolog. Nagyon fontos. Érkezzel most egy olyan szaktekintély, aki régebben saját maga is gyógyszerek és az alkohol rabszolgája volt. 17 éve viszont elhagyta a sötét oldalt, és ma már éppen ő az, aki embereket szabadít ki, például a gyógyszerfüggőség börtönéből, Dr. Nagy Zsolt. Mennyire játszik szerinted szereped a gyógyszerfüggőségben a valódi szükség és a megszokás? Az alkoholbetegek egy része, az különböző nyugtatókat, altatókat, kedélyjavítókat szed orvosi rendelvényre, vagy azon túl. És kialakul náluk a kettős függőség, vagy keresztfüggőség jelensége, beszereznek még egy függőséget az eredeti mellé. Van egy tévképzet, ami elég jellemző. Sokan azt gondolják, még a nálam segítséget kérők közül is, hogy az alkoholnak van gyógyszeres terápiája, az alkoholizmusnak. Az alkoholizmusnak nincs gyógyszeres terápiája. Az alkoholizmusnak a változás, a felépülés, a közösségi támogatás, illetve a belső fejlődés az egyetlen létező terápiája, amit meg lehet ideig, óráig támogatni gyógyszerrel, de ha egy alkoholistát elkezdünk gyógyszerelni, akkor valószínűleg nála kialakul majd a gyógyszerfüggőség. Aha, tehát, hogy átmegy az egyik a másikba. Hát, vagy keveredik a kettő. Vagy keveredik a kettő. Volt olyan betegem, aki az alkoholt viszonylag könnyen letette, de nagyon megküzdött az egyik nagyon népszerű és gyakran felírt gyógyszerrel, aminek ugye nem mondjuk a nevét. Nem mondjuk a nevét, pedig Voldemort. Milyen jó lenne, ugye? Nevezünk Voldemortnak. Igen, milyen jó lenne pedig kimondani. Az kiderült, ahogy nézegettem itt a statisztikákat, hogy többnyire az idősek és a nők a gyógyszerfüggőségben élen járnak, nem? A nőknél a gyógyszerfüggőség az nagyjából a 35 és 55 év közötti korosztályra teendő, aki ugye túl van két gyereken, otthon van, akár az alacsonyan kvalifikáltak között kicsit több van, ugye nem nagyon van jövőképe, aha. És innentől kezdve belezuhan tényleg abba az állapotba, és persze nézi mellette ugye naponta 5 órát ugye a világító dobozt, no nem feltétlenül a politikai vitaműsorokat, meg a sportközvetítést, hanem mondjuk a koreai, meg a brazil, meg a venezuelai sorozatot, ami tökéletesen jó. Ahol mindenki jól van. Így van, és ez neki is nagyon jó, abból a szempontból, hogy olyan dolgok helyre jut el, és szoktam mindig mondani, hogy elmegy Mariával a homokos tengerpartra, Juan Carlos-szal lovaspólózik, és persze ott van még mellett ugye a Voldemort mámor,
akkor ettől a pillanattól kezdve gyakorlatilag neki erről szól az élete. Utazik. Ja? Utazik. És van egy függő párja. Mert az eleje az a fényes kemény napokról szól. Nagy, az eleje. De tényleg arról szól. Hát most Zsoltán Leri régóta ismerjük, mert 52 éve ma osztálytársak voltunk általános iskolába. 8 éven csodál keresztül. Na akkor még ilyen nem volt, akkor csodál még ilyen ártatlan kölkök voltunk. Szoszó. Igen. Ez vagy mélyen belegondolt. 20 év. 20 év szerhasználat, és hát azóta 17 év józanság. Én hallgatva most ezt a hihetetlen szép történetet, amit Zsófi elmondott, talán egy szót még javasolnék bevenni, ezt mélypontnak hívják. Uh-huh. Tehát általában én azt látom, hogyha egy függő eléri a saját mélypontját, ami erős szenvedés, nyomást, veszteségek sorát, olyan fájdalmat jelent, ami már folytathatatlanná teszi a szerhasználatot, akkor van mód és lehetőség a változásra elsősorban. Mennyi múlik az úgynevezett drive-on? Tehát azon, hogy valaki ott van-e, beszól-e, szól-e, visz-e, vagy pedig a falig kell elmenni, vagy belehal, vagy neki ütközik a falnak, és visszapattan, és lesz vele valami. A mélypont az hát sokak számára nehezen megkerülhető, viszont onnan már csak két fele van út, az egyik a tepsibe vezet, a másik meg a józanság irányába. És azt hiszem, hogy ez a mélypont nekem megvolt 2000 őszén, 2001 januárjában, és ott, amikor már az ivás és a gyógyszerezés folytatása ugyan olyan lehetetlennek tűnt, mint az abba hagyása. Volt egy konkrét mélypont? Tehát ez egy bizonyos esemény? Ez egy három hónapos folyamatos részegség volt. Három hónapos folyamatos. És mi volt a végpont? Az volt a végpont, hogy fölhívtam egy terápiás intézményt, és bementem 6 hónapra. Tehát annyi erőd volt, hogy ebbe a 3 hónapos álmokfutásba egyszer egy ponton eljutottál egy telefonig. Volt egy tiszta pillanat, az édesanyám adott egy telefonszámot, én bementem oda akkor, és akkor onnantól kezdve nekem az ivásvágyam is megszűnt, a drive az más irányba fordult, és lett egy új hivatásom az, hogy segítsek azoknak, akik még szenvednek. Látod, ez a második példa arra, hiszen hogy a Zsófi szociális munkás lesz, igen, ami azt jelenti, hogy ő is tulajdonképpen nem a Rózsa-Dombi úri gyerekekkel fog foglalkozni. A Zsolt is ugye maga is benn volt, és utána váltott. Magyarán szóval nem kevés olyan függő van, aki gyakorlatilag abszinens függőként éli az életét, és átkerült a sötét oldalról az erő jó oldalára, és tényleg próbál azokon segíteni, akár úgy is, hogy a saját példáját és a saját történeteit mesélvén, és ezek borzasztó fontos. De én szerintem ezt nem is lehet, bocsánat, de én nem is fogadnám el mástól. Hát honnan tudnám más, hogy te mit éled, hogy én mit élek át otthon, hogyha te nem voltál még olyan állapotban, nem? Kinek mi a sok meg a kevés? Szerintem ez hiteles, nem? Szerintem annak a véleménye, vagy olyan segítőknek a munkája is nagyon fontos, akik nem függők, hiszen nem csak függőkből áll a világ. Tehát, hogy az is nagyon fontos szerintem, hogy legyen egy másik oldal, vagy nekem fontos volt. De nyilván a terápiámnak a legelején, akkor nem voltam hajlandó én sem mástól elfogadni az első pár hétben. Nekem is sokat segített az, hogy ezen a terápián felépülő függők is voltak a munkatársak között, aha, akiknek a személyes példája az, hogy mint egy előélik a józanságot egy nagyon elesett állapotban lévő alkoholista számára, az hihetetlen vonzerő volt. És ez baromi fontos, mint a személyes példának a megjelenése. Oly sok függésünk van, hogy a szünet után folytatjuk, mégpedig egy hasajtó függővel. Nem tudom, hogy az alkohollal hogy állunk, de ott se vidámak a számok, ha jól tudom. 250 ezer a női, és a 800 ezerből a többi a hím nemű. De teljesen más a társadalmi megítélése. Egy férfi alkoholistára azt mondjuk, hogy egy nőre? Zeus összes villámot. És a kocsma 90%-a hímekből áll, vagy a 10% a női varú. Mert az a spájz alkoholista. Ahogy nem. Ő otthon. Tudom.